Ez a három harmad, a mi választásunk. A 24. Hub politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Kerner Zsolt, Pető Péter, valamint Nagy József a háromharmadban. Ma forintozni fogunk, és így rövid expozíval gondoltam felvezetni ezt a, a műsor. Ilyen 15 Hány perc? Ilyen 60 másodperc, <laughs> egy perces perc satszolom. Na, szóval Orbán Viktor 2010 tavaszán, elég messziről kezdek, hatalomra kerülésekor 265 forintot kellett adnunk egy euróért, ma délelőtt 10 órakor 405 forint 67 filér volt ez az összeg. Ez 140 forintos, vagyis 52,8%-os drágulás, ennyivel érkevesebbet minden magyar munkája, mint bő 12 éve. De ne tekintsünk ennyire messzire. Az orosz-ukrán orosz -ukrán háború kitörése óta a forint 14,5%-kal gyengült az euróval szemben. A kormány ugye azt mondja, hogy egész Kelet-Közép-Európában ez a helyzet, ehhez képest ez idő alatt mondjuk a lengyel zlotyi 4,5%-kal, a csekorona pedig mindössze 1%-kal gyengébb. Emellett a pénzpiacon a forint a legkevésbé preferált Kelet-Közép-Európai deviza, és ugye az MNB a múlt héten unorthodox módon összeolvasztotta az alapkamat és az egyhetes, alapkamatot és az egyhetes petéti rátát, ez is csak ideig tudta erősíteni a forintot. Összességében ugye durval az infláció, egy hónap alatt, ez is mostani mai hír, másfél százalékkal nőtt az infláció, utoljára ilyen 98-ban fordult elő, évperéb év alapon 11,7 százalék az infláció, a maginfláció 13,8 százalék, az élelmiszerek pedig bő 21 százalék, 22 százalékkal drágultak egy év alatt, ezen belül margarin 58 százalék, sajt 43 százalék, baromfiús 37, nem sorolom. Na szóval, akkor címszavakban összefoglalva, összefoglalnám a gazdasági helyzetet. Magas és egyre emelkedő infláció, szerény gazdasági növekedés, romló fizetési mérleg, romló költségvetési helyzet, plusz várhatóan tartósan magas alap, alapkamat, amiből ugye az államadóságnak a drágább finanszírozása várható. Hát ő igen, az államadóság. Mibe, tudsz belekötni ebbe? Hogy a, alapvetően az inflációval az államadóság is, attól függ persze, hogy merre adósz, adósodsz el, de az, hogy az infláció az alapvetően az adósságnak jót tesz, mert ugye reálértéken csökkennek az adósságok. Hát amennyiben forint alapon van az adósság, és ha nem forint alapon van... Hát most az árfolyam miatt, igen, ez... Az... De minden esetre ugye a magas alapkamat miatt többe kerül a, a finanszírozás az államadóságnak. A helyzet nem jó, azt mondod? Igen, és ugye most mi kéne, pénz kéne, pénzhonnan lehetne szerezni az EU-tól, a helyreállítási alapból, csak hogy ennek most politikai akadályi vannak. Itt tartunk. Hol fogjunk rá erre az egész témára? Nem, akkor nézzük az eu azt A helyreállítási alap. A politikai részéről szoktunk úgyis itt beszélgetni, és valószínűleg a zsoltot már látom is, hogy már van mondandója rögtön az EU-s. Ahogy megbeszéltétek. Nem. nem beszéltük meg, másról beszéltünk ide fel. Igen, ide, meg, meg másról is vitatkoztunk még a héten ezzel kapcsolatban, amikor egyszer már a Peti rám szólt, hogy ha lehet, akkor ne elemezzünk, hogyha nem értünk valamihez, mert gyakorlatilag az egész szakmai létezésemet húzza át, itt teszi zárójelbe, hogy ilyet nem szabad csinálni. Na, de kiegyezünk az EU-val. hát szándék van rá. Egyébként én, mint a szerkesztőség rezidens piaci fundamentalistája, azt gondolom, hogy a, Azért az Orbán kormánynak az eddig ilyen vegyesnek látszó gazdasági teljesítményét azt most eléggé beáraszták, a, hogy így merre mennek most a dolgok, és ebben valószínűleg tök nagy szerepe, Ez ezt, mondjuk nem én mondom, hanem leginkább a Zsidai Viktor, hogy, a, hogy ebben tök nagy szerepe van annak, hogy nem egyeztünk meg még az EU-val a pénzekről. Egyébként ez valójában nem akkora pénzösszeg, hogy hogy nagyon számítson, de akkor igen, hogy kicsit számítson. Tehát, hogy hogy sokkal komolyabb megszorításokról van meg szó, hogy ez nincs felé. meg. Igen. Uh, egyébként, uh, tehát hogyha az a kérdés, hogy megegyezünk az EU-val, akkor nekem az a válaszom rá, hogy szerintem valószínűleg nem, de nem a szándék miatt, és nem a bizottság, maga a magyar kormány miatt nem fogunk megegyezni. De lehet, hogy ezt akkor messzebbről kell indítani, nem, hogy így mondjuk, hogy. Hát, hogy miért nem kapjuk meg ezt a pénzt leginkább? Tehát most a helyreállítás... -jó, jó, indítsuk minden, aztán végig majd kijukadunk békesi meg akik ugye velünk ellentétben értenek a gazdasághoz is. Igen. Uh, az van, hogy uh, külön kell választani, mert szerintem egy összefolyt most arra az, hogy milyen típusú megint a harcaink kifejezést akarom használni, csináltunk erről egy videósorozatot, hogy milyen típusú küzdelmek vannak Magyarországnak az EU között, és ez egy csomószor összefolyik a fejekben, hogy most pontosan miért is nem adnak oda pénzt, meg milyen pénzt akarnak elvenni. És ez a helyreállítási alap, amiről most vitatkozunk, ez egy olyan segélycsomag volt, amit a koronavírus járvány miatt fogadtak el. Ugye kivételesen a, a, a katasztrófazi időben jött, mert pont akkor lett a járvány, amikor az EU-ban vitatkoztak a 7 éves költségvetés elfogadására, és akkor be lehetett nyomni egy ilyen ugyanakkor a méretű segélycsomagot, mint, a, mint az EU költségvetése maga, ami azért elég sok pénz. Ez nyilván akkor úgy súlyozták, hogy azok az államok kapják a nagy részét, akiket nagyon megütött a koronavírus. Azóta kicsit változtak a prioritások gazdaságilag, mert most már ugye az ukrán-orosz háborúnak jobban kitett országok szenvednek jobban, kivéve Olaszországot, ahol mindig remek a helyzet, ez mindig rossz. És itt alapvetően mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amelyik adott le pályázatot, és nem kapta még meg, vagy nem hagyták még jóvá. Hollandia nem adott le pályázatot, ők úgy döntöttek, hogy nekik ez a pénz nem kell. A lengyelek adtak be pályázatot, és helyre hogy helyben hagyták már, tehát oda, odaadták nekik, viszont pénzt még nem kaptak. És szerintem az az érdekes, hogy Magyarország és Lengyelországgal milyen típusú problémák vannak. Ugye a lengyeleknél egy tök jó megfogalmazható dolog miatt nem adják oda a pénzt, az az, hogy a bírói rendszert a kormány maga alá akarja gyűrni. És akkor ott lehet mondani egy darab elvárást arra, hogy mit kell csinálni azért, hogy ezt a pénzt megkap. Nem egyet adtak egyébként, hanem egy ilyen viszonylag rövidebb listát, hogy konkrét reformok, amiket el kell fogadni és akkor ezeket még az első ö, ilyen utalás előtt el kell fogadni, mert ugyan megegyeztek erről, meg jóvá hagyta mindenki, de a pénzt csak akkor fizetik ki, hogyha ezek megvannak. Magyarország az, ahol még jóvá se hagyta az EU, az, hogy megkapjuk ezt a pénzt, és ugye erről mondta a magyar kormány azt, hogy ez a családvédelmi törvény miatt van, a, és mindenki más meg a valóságot mondta, hogy nem, nem a családvédelmi törvény miatt van, hanem van egy csomó korrupcióval kapcsolatos probléma, amik struktúrális problémák régebb óta, és most már politikai problémák is, és ezért nem kapta meg. Mest... Na, és akkor bocsánat, egy közvetülegés kérdés. Ugye a politikai feltételek teljesítése az Orbán kormány 12 éves politikájának az arcú csapása volna. Például, hogy csatlakozunk kéne az Európai Ügyészséghez. Hogyha... De ez, na, ez nem fogalmazódik meg kérdésként. Tehát ez nincs benne a... A papírokban. A papírokban. Az európai ügyészséghez való csatlakozás, ez egy tök érdekes téma, mert azt pontosan ugyanabban a módszerben fogadták el, ahogy most valószínűleg a globális minimumadót is el fogják fogadni. Van egy ilyen enhanced, uh, hogy is van, enhanced cooperation nevű cucc EU-ban, ahol, hogyha egy ország vétózik valamit, akkor a többi előre tud vele menni, és ugyanez lett a, a, az epo is. És itt nem lehet egyszerűen követelni azt, hogy te lép be ebbe, mert mindenkinek szabad döntése az, hogy ebbe belépe. Tehát, hogy az nyilván problémaként van megfogalmazva, hogy nem lépett be Magyarország az Európai Unió ügy ügyességbe, de nem lehet ilyet kérni. Oké, okay, akkor mi az, ami, ami olyan kérés, amit nem lehet nem teljesíteni, ahhoz, hogy megkapd a pénzt? Hát itt pont ez az, hogy minden kérés lehet külön-külön teljesíteni, de hogy a kérés az a lengyelekkel szemben az nem egy konkrét dolog, hogy egyet csináljunk meg, hanem gyakorlatilag az a, a kérdés, hogy ne lopj, és ha valaki lop, akkor az legyen elítélve. Tehát egy csomó ilyen apróság van benne a közbeszerzési rendszer rendbelüli problémákkal kapcsolatban. Oké, okay, ezek ezek mind szubjekt, szubjektíven megítélhető tételek, tehát magyarán kéne legalább egy olyan széles gesztus, amiben Orbán Viktor elismeri azt, hogy, hogy visszakozik ezen a téren, és akkor, akkor megnyílnak a pénzcsapok? Én nagyon kellemetlenül érzem már magam, hogy így hijack ennek a podcastnak az elejét teljesen, de egyébként hát, nem. Mert, hogy bármikor a beléd folytatja a szót. Meg a lehetőség, meg rá bármikor. Szokta is. Na szóval. És a, tehát az van, hogy nem egy, egy jelképes lépés kellene, hanem egy rakás, objektív és mérhető lépés. Tehát, hogy itt van konkrétan, és amennyire én tudom, hogy van egy ilyen kis tábla, minisztériumoknak szétosztva, hogy mik azok a cuccok, amiket az országjelentésből meg kell csinálni. És, Jere, és hogy... Sítsük. Hát most ugye négyet jelentettek be, az egyik az a, az, az, hogy a, az egyszereplős közbeszerzések arányát a mostani 16%-ról 15-re viszik le. Alá, alá. U... Vagy 15 alá viszik le, ami az uniós átlag, ez nagyon régóta megvan, ugye ezt, én most újra olvastam ezeket a, ezeket a cuccokat, és amikor megírtuk, hogy megindították a jogállami mechanizmust ellenünk, az több mint két hónapja volt, ezt a gulyás már akkor is megígért a kormányinfón. Tehát ez nem egy új ígéret, ez régi probléma. Egyébként van olyan ország még, ahol ennyire magas, csak ott nem ilyen durvák korrupciós kockázatok, ha jól emlékszem, valamelyik északi ország. Uh, Jó, tehát ugye van ez a négy, amiről a Gujás is beszélt, hogy ezt a négyet teljesítjük, amiben az, az volt, amit te említettél, benne van az, hogy Magyarországon az uniós források jelentős részét arra kell fordítani, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érjük el, benne van az is, hogy az ügyészség döntésében, szemben lesz helye a bírósági jogorvoslatnak a korrupciós ügyekben, és benne van még az is, hogy a kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően a társadalmi konzultációra, időt kell jö. biztosítani. Szóval egy ilyen nehezen megfogható. Ezek sztori... nem olyan nehezen megfogható? Foghatók egyébként, hogyha értjük azt, hogy miről szólnak. A bíróság és az ügyesség az arról szól, hogy Póth Péter nélkül is lehessen vádat emelni Tiborcs István ellen azott esetben, vagy bármelyik Fideszes ellen, aki aki kapcsolatba kerül, mert minden egyes EU-s kritikának régóta része, hogy a vezetős, tehát a kormány körüli emberek ellen nem indulnak eljárások, és ott nincsen számonkérés. Az energiafüggőségre törekvés, ott nem nagyon van választásuk, mert a Repower EU, ami arról szól, hogy hogyan választják le az, az, uniós, vagy az orosz energiáról, ott az nagyjából elosztja a hiteleket, tehát azt a, 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 a helyreállítási alapban lévő hitelek nagy részét azt erre lehet csak költeni, de itt a szándék megvan legalább, hogy akkor kicsit függetlenülünk az oroszoktól, és gondolom abban bíznak, hogy ha ezt leszögezik, akkor könnyebben kapjuk meg ezt a pénzt, hogy jó, jó dolgokra fogjuk költeni. És uh, mi is volt a harmadik? Vagy <laughs> Kapom a listát. Uh, igen, közbeszerzések, ügyészség. Jogalkotást, igen. Itt a, ugye az volt a másik probléma, hogy úgy, úgy hoznak törvényeket, hogy egy nap alatt benyújt egy, egy, egy képviselő egy törvényjavaslatod, nincs semmi egyeztetés. Ez valóban egy ilyen politikai engedmény egyébként, hogy akkor valószínűleg át fogják írni azt, hogy a képviselők által benyújtott törvényjavaslatoknál is kell társadalmi egyeztetés. Ez például ugye a CEU-val kapcsolatban. Na akkor a... ezek el elégségesek ahhoz, hogy kapjunk pénzt, vagy? Nem. Hanem nem, mi kell még hozzá? Hát először én még hatással ott vagyok, mert ugye abból látszik az élethanyatlásom, hogy a fénykoromban még a rezidensből a vidéki diszkók DJ-t ismertem, most meg piaci fundamentalisták mellett ülök, úgyhogy remélem lesz még fölfele, ahol a újabb, újra komoly rezidensek mellett foglalhatok helyet, és nem, nem piaci fundamentalisták mellett, de ezt gondolom a kevésbé érdekes része a összességében a, az EU-val kapcsolatos most a politikai, a politikai dimenziójának. Nem, ez nem így van. A, Szóval szerintem a ilyen részleteiben valójában, tehát azért nehéz az egész kérdés, szerintem már a politikai dimenziója pont ezért kedvez az Orbán kormánynak, hogy végigmentetek pontonként. Mert ugye valójában formai, tehát az EU 10, EU Orbán 12 éves meccsnek szerintem mindig is az a tanulsága, hogy ugye az EU lényegénél fog, vagy működésénél, meg, meg az egész összes mechanizmusánál fogva valójában formai kereteket tud Fölvázolni. De valójában a problémájuk nem ez, hanem az a politikai tartalom, amit a magyar kormány képvisel, de valójában ezek a, a formai kritériumok teljesen... Egyébként van ebben érdemi szerintem, tehát például az igazságszolgáltatás átalakítására vonatkozó ígéretek, azok igenis nagy engedmények a, a, az Orbán a rendszer részéről. Tehát az olyasmi, amit magától soha az életében nem tenne meg, és egy kicsit kontrollon kívülivé tesz. Tehát ugye az ő fontos minden politikának a lényege, ugye nyilván a kockázat minimalizálás, és ahhoz, hogy a kockázatot minimalizálják, ez nem járul hozzá, ez nyilván növeli a kockázatot, hiszen kiszámíthatatlan a, a bíró döntése bizonyos esetekben, vagy a vádemeléseknek az útja egy bizonyos út után. Tehát ez szerintem egy igenis egy érdemi beavatkozás. A többi viszont szem klasszikusan olyan, amit, hát hogy mondjam, a Orbán rendszer történetét jól ismerők azért tudják, milyen megoldásokkal lehet megoldani. Tehát lesznek társadalmi egyeztetések, a CÖF szerintem például számos esetben fog segíteni abba, hogy, hogy egyes Törvényjavaslatokat átbeszéljenek, és egy olyan komplex társadalmi ö, 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 akaratot jelentsenek. Meg valószínűleg a Magyar Olimpiai Bizottság is fog segíteni a sporttal kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, és mindegyiknek lesz egy ilyen formai ö, megoldása, amiben érvényesítik ezeket a ezeket a kéréseket. Egyébként ez igaz a, a szereplők számának változására is, hát hogy mondjam, elég széles a NER vállalkozói köre ahhoz, hogy akár több szereplő is hát meg ugye, megjelenjen a bizonyos rendszerekben. Tehát az, hogy valaki bead pályázatot, az nem azt jelenti, hogy nyer is rajta. Abszolút. Tehát hogy, hogy azért mondom, hogy ezek a formai követelmények szerintem valójában klasszikusan EU mód, nincs, tehát nincs más eszközrendszere, mert az nem megfogalmazható, ugye ne, nem véletlen, hogy az Orbán kormányok ö, reakciói minden esetben konkrét ügyet fogalmazzanak meg, és minden esetben tudnak melléteni egy nemzetközi példát. Teszem, komplet főosztályok dolgoznak azon, hogy előkeressék, hogy a finn tartom, egyik tartományban, nyilván Finországban nincs tartomány, ez csak ö, a példa kedvéért, van egy olyan jogszabály, amely rímel az övékre. Ugye... A finn alkotmányossági problémák. Az Na igen, tehát hogy ezeket összességében ezeket... nincsenek ezek nyilván, de ugye az EU pont ezekkel nem tud mit kezdeni, hogy valóban, ha Bajorország külsőn lehet egy ilyen jogszabályt csinálni, akkor miért ne lehetne a Fidesznek? A másik jogszabályt az éppen egy páris környéki kisvárosban lehet, az is ezek szerint EU-konform, akkor itt miért ne lehetne? Az, hogy az összességében van egy politikai problémája az EU-nak azzal, hogy a Orbán kormány hatalomgyakorlási módszerei, meg politikai modellje nem illeszkedik szerintük az EU-hoz, ezzel összességében nem tudnak mit kezdeni. Ami most fordított a helyzet szerintem, hogy próbáljak monológban fel. az volt. Az szerintem az, hogy irtóztatóan kell a pénz. Tehát ebből a szempontból én, én igen, is azt gondolom, hogy itt ö, megegyezés lesz, vagy legalábbis amit az Orbán kormány megtehet, politikai értelemben, az biztos, hogy meg fogja tenni. Egyszerűen olyan mértékűek az egymásra válságok most. Pont a Jaksi György egyébként a, úgy fogalmazott, hogy a forint már lassan játékpénzé válik egyébként. Tehát, hogy egyszerűen olyan mennyiségű a válság, aminél ma már az EU-val való ö, megegyezés a kockázat minimalizálás alapfeltétele. De, de várjál, mi, mi, mi az, amit az EU el tud fogadni? Ugye az EU-ban most... most mert eu beszéltek, tehát hogy én hadd tegyem hozzá, hogy miért le, nem lesz szerintem megegyezés. És azért, mert hogy az EU az most már nem egy entitás. Ugye ennek a videósorozatnak, amit csináltunk, az utolsó része, ami még nem jött ki, amikor ezt fölvesszük, ott, Mire én. a hallgatók hallgatják, már szerintem meg tudják majd nézni, de én. nem akarok a fönti szerkesztőim nevében nyilatkozni, az én a tippem. Ér. Hogy annak az a mondani valója, hogy a, az EU-nak a logikájából fakadóan, a, a, létezéséből fakadóan nem működnek a fegyelmező eszközei, de amint van politikai akarat arra, hogy valaki ne kapja meg hogy valakit megbüntessenek, akkor egyből működik ez. És most már van politikai akarat. És amikor Európa beszéltek, akkor szerintem külön kell választani a bizottságot, meg a parlamentet. És az amit a Peti mond, az teljesen igaz, hogy ha az európai parlament nem lenne, benne ebben a szituációban, akkor ez történne, hogy megegyeznek technikai ezekről. Uh, itt egyébként még kell egy csomó nagy, tehát van még egy csomó apróság, a amilyen párat már meg is csináltak egyébként. A közalapítványok ügyétben is kellenek reformok, az arakné rendszerbe feltöltött adatokkal kapcsolatban meg kell egy ilyen átfogó uh, antikorrupciós programot is letenni az asztalra. Ez meg lesz. De várjál, mert még, még hadd egy picit, mert látom, hogy belém akarsz kötni már. Kettő kortali <laughs> Három héttel később. Vágás. Másik figyelj, de ügyelek délután, úgyhogy. Az, Bocs, mondás, élet, tényleg, az is minden... közbevágok. Ugye az EU-nak most egészen hozzá méltóan külvárosian fogalmazva, a tele lett Orbán politikájával a töke. Tellett, azzal, hogy szembenhúzni. De, de, az de nem az, az eu Pont ezt mondja, nem az EU-nak. Az Európai parlament. Igen. Tele lett Orbán politikájával a töke. Ezért most beúzták egy kéziféket, nem adják oda, csak nekünk nem adják oda azt a pénzt, amit mindenhol máshová odaadnak. Azt mondjátok, ha jól értem, hogy ehhez politikai gesztusokat kéne tenni Orbánnak, a a saját politikáját kéne megváltoztatni, nem egy-egy ügyben, hanem így általában kéne elhitetnie az Európai Parlamenttel, hogy ő mostantól jó fiú lesz. Mit kell tenni ahhoz, milyen gesztusokat kell tennie Orbán Viktornak ahhoz, hogy az Európai Parlament elhigye, hogy Orbán Viktor jó fiúként Szerintem ez a ponton nem mondani gyakorlatilag. Ezt akartam mondani, hogy a parlamentnek valójában nem tud olyat tenni, hogy elhiggye neki. De az meg hogy ugye nem véletlen a kormányunk, Gergely valójában mi állandóan a parlament tehát minden egyes olyan válaszában, amikor az EU-val való konfliktust hangsúlyozta, mindig a parlamentről beszélt. Nyilván azért, mert a bizottsággal már rég lenne megegyezésük, pont úgy, ahogy mindig volt, megoldják, eljátszák ezt egyik részét ide, a másik eljátsza oda a saját részét, és mennek tovább. A parlament egy kiszámíthatatlan tényező ebben az ügyben, mert valóban a kérdésedre válaszol, szóval a parlamentben nem tud olyan gesztust tenni, ami elégséges lenne szerintem már. És a Zsolt azt mondja, hogy viszont a parlament képes lenne megakadályozni azt, hogy, hogy végül a megegyezés jelentsen ez bármit is, megvalósulja? Hát Szerintem meg nem. Egyrészt ugye konkrét politikai nyomás van rá, másrészt a helyreállítási alapokat a parlamentnek is meg kell szavaznia, harmadrészt pedig a parlamentnek megvan a joga ahhoz, hogy bármelyik pillanatban kirúgja a bizottságot. Tehát a parlamentnek van egy nagyon fontos ellenőrző jogköre, az a bizalmatlansági indítvány a bizottság ellen. Ilyen nem történt még egyébként. Olyan volt már, hogy nem szavaztak meg egy bizottságot elsőre, ez a Kovács László miatt volt, de olyan még, hogy, hogy kirúgták volna, olyan nem. Értve, részben a kovács lesz, Ez az egészet nem terhelném rá. Ne, ne, ne kezdjük még egy És lesz. Hogyha megnézed azt, hogy mi történik Lengyelországgal, akkor ott az történt, hogy a bizottság úgy hagyta csak jóvá ezt a tervet, hogy a bizottság egyik alelnöke, illetve két alelnöke is külön véleményt szivárogtatott ki róla. Azt, hogy azt mondták, hogy ők ezt amúgy nem vállalják, és a Jurova utána kiállt még direkt arról, hogy az a törvény, amit elfogadtak a lengyelek, a legfontosabb törvény, ami megszünteti a bírói kamarát, és csinálhat egy másik szervezetet, az nem teljesíti ezeket az eszközöket. Tehát a politikai nyomás, ami a parlament felül érkezik, már Lengyelország esetében is akkora, hogy nem tudják csak úgy áttolni az egészet és odaadni a pénzt, hanem konkrétan ki kell erőszakolni még nagyobb reformokat és konkrét politikai látványos izet. De ezt nem tudjuk. A lengyeleknél... De, de, ugye az a vita, hogy szerintem Zsolt, hogy, hogy szerintem formailag épp úgy megoldhat. Tehát, érted? Szóval valójában azt mondod, hogy valamilyen látványos modellváltás, nem tudom, rendszerváltás, már a rendszerváltást valamilyen típusú a rendszernek a módosítását kell érni. De egyszerűen nincs olyan, nem, én azt mondom, hogy nincs, én is azt mondom, hogy te, hogy szerintem nincs és szerintem ezért nem lesz megegyezés. Szerintem nem tudnak elégre reformot bemutatni az Európai Parlament. De hogy miért ne tudnának? Tehát érted, szerintem pont abból, tehát ha van valami, amivel az, ez az Orbán rendszer működik, az az alkalmazkodó képessége és a kreativitása. Tehát, hogy én én szinte biztos vagyok abban, hogy léteznek majd olyan formulák, amelyek tartalmilag valójában nem hoznak érdemi változást, ám elégséges látványt jelentenek a... De ezt mert, mert feltételezett, hogy az Európai Parlament még mindig ugyanannyit tud a magyarországi helyzetről. Meg hogy hát annyira hogy a 11-es annyira... képesség alapján. De ez nagyon sokat fejlődött. Azért most én találkoztam az elmúlt hónapokban ezeknek az arcoknak a nagy részével, akik most, tehát a Daniel Freund, meg a Delbos Corfield, akik ezeket keverik, és nagyon-nagyon képben vannak arról, hogy mi történik, és nagyon határozott politikai szándékaik vannak ezzel kapcsolatban. Ugye az Nem fontos... azt mondom, hogy helyes, azt mondom, hogy határozott. Tehát... Értem, a, Az fontos, hogy, szerintem, hogy azért beszélünk ennyit erről a, a eu való megalapodáson, mert most jelenleg az látszik politikai értelemben, hogy az Orbán kormány gazdasági működésének alapvető korlátja az EU-val való nem megegyezés. Tehát egyszerűen a, látszik, hogy a jegybank beavatkozásai már, tehát ott már láthatóan a gazdaság vagy a piac már a politikai ö, a politikára reagálna. Tehát valójában én nem gondolom, hogy a forintra azokról a pénzekről van szó, ami a, hogy mind, minden utolsó forint is számítana mondjuk ebben az EU-s délben. Itt szerintem a politikai bizalom megteremtése... Nem az csak az, a lódéről van felerőség. szó, hanem a forint árfolyamáról is van szó, hogy a piac elhiszi a Magyarországnak az, hogy... hogy Igen, ö... és szerintem az látszik, és mondom nyilván, semennyire nem értek, mondom, csak a politikai részéről próbálok beszélni, ahhoz se értek, de arról legalább, <laughs> a, a, Az látszik szerintem, hogy a jegybank beavatkozásai önmagában már nem elégségesek a, a, a piacnak ar ahhoz, hogy reagáljanak, és nyilván az EU-s pénz, illetve az ehhez kapcsolódó politikai megállapodás az, ami a, az egyik feltételt jelenti. Ami szerintem érdekes a túloldalról, hogy, hogy ugye kialakult egy olyan nehéz válság együttes az Orbán kormánynak, ami még úgy is nehéz egyébként, Mondjuk noha még... Péter, szabad ne feled, arra a kérdésre próbáljunk már válaszolni, hogy mi az, amit és volt azt mondja, nincs olyan cselekedet az Orbán de Jó, ez Orbánnak, nap, túlzás, amivel, de ezt nem tudjuk, szerintem... neked van erre konkrét ötletet? de nekem nincs, de azért mondom, hogy szerintem nem is ilyen. Tehát ez nem így működik, hogy, hogy leülnek az európai korifeusok, és azt mondják, hogy nem tudom, holnaptól nem tudom, mi történik, nem lehetnek ne oligarchák Magyarország. Tehát ilyen nem létezne, most ez nyilván szélsőséges, meg buta példát mondtam, tehát hogy, hogy, nincs -e, hogy leadnak egy ilyen pontot, hogy na most van meg a bizalom. Tehát szerintem De. pont itt, itt, sokkal erősebb az európai intézmények közötti konfliktus, illetve ennek a módozata a különböző hatalmaknak a, a egyébként a nagyhatalmi érdekek. Tehát, hogy a, hát hogy... meg a kishatalmi, ugye ezeknek a képviselőknek, akik az Európai Parlamenten keménykednek most, ezeknek otthon politikai issú Magyarország. Tehát, hogy ők leginkább azért csinálják, mert akiket ők megválasztanak, azokat zavarja az, hogy az ő általuk befizetett pénzt lenyúlják. Igen, de nekem mindig az a... Valójában én azért nem tudom pontosan soha, hogy ezek a hatalmi játékok mögött mi van, mert azért nekem elős a szkepszisem, hogy Orbán Viktor bizonyos nagyhatalmak támogatása nélkül bírálná, ö... vagy bizonyos azok nélkül járna el mondjuk a szankciós politikában, vagy stb. Tehát, hogy a, hogy a német kormány csöndes álláspontja egyébként közelebb van-e Orbán Viktoréhoz, mint nem tudom, mint a radikális északiaké, vagy a, vagy, vagy, vagy a hollandoké, abban majdnem biztos vagyok. Tehát, hogy még ha nem is mondhatja ki egyébként otthoni szavaza, szavazat problémák miatt, de valószínűleg az ő eminens politikai érteke, amit érvényesítenie kellene, az valószínűleg az Orbánféle szankció ellenes, vagy szankció kritikus politikához sokkal közelebb van. És most csak egy példát mondtunk, de számos eset van még, ahol Orbán valójában nem arról van szó, hogy, hogy bizonyos nagyhatalmú politikusokkal való egyeztetés nélkül képviselne bizonyos álláspontokat, akár radikálisan. Is. Én szerintem ebben igazad van, de szerintem itt az egyeztetés az, ami már nincs. Tehát, hogy, mm -hmm. a, hogy úgy képviseli ezeket az érdekeket, hogy ő pontosan tudja, hogy ezeknek a nagyhatalmi mm -hmm. szereplőknek az érdekeiben tesz dolgokat, viszont korábban erről volt egyeztetés, mert lehetett de szerintem most ott, ott, tart az Orbán, hogy most már nincs egyeztetés. Hát, e, én, 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 a, globális a... minimumadó, amiről itt már egyszer beszéltünk, én annál azért még nem vagyok meggyőződve, hogy a, a, a német, a német politika netett volna sugásokat, hogy mi, mi, a német itt települ termelő német nagyvállalatoknak mi az érdeke ebben. Abszolút, a... de én azt mondom, hogy ott már nem lehet leülni a vétó előtt a német politikusokkal, hanem meg tudják üzenni, nem tudom, a mercedes keresztül. És ugyanez van Közép-Európában is, hogy a mostani volt, azt hiszem, az első olyan uniós csúcs, ami előtt nem ültek le a Visegrádi országok uh -huh. egyeztetni. Tehát, hogy ez a fajta ilyen konkrét politikai együttműködés, ez kezd omladozni, de a logikája az még mindig ugyanúgy megvan. Tehát, hogy tud az Orbán azt szerint cselekedni továbbra is, ami a németeknek jó, meg ami a közép-európaiaknak jó, és csinálja is rendszeresen. De, de, ezt mondom, hogy szerintem itt más típusú politikai nyomás van, és egy kicsit túlzásba, tehát, hogy én azt mondom, hogy szerintem nem lesz megegyezés, nem az, hogy nem lehet megegyezés. Igaza van a Petének abban, hogy tök kreatív az Orbán kormány abban, hogy nagy gesztusokat tegyen, bármikor előhúzhat nak valami váratlant, amivel és mellette alapos politikai munkával meg lehet győzni elég embert az Európai Parlamentben ahhoz, hogy ezt támogassák. Azért az Európai Parlamentben vannak tájékozott szereplők Magyarországon, nem mindenki de, az. De hogy mik ezek a konkrét lépések, arról fogalmunk sincs. Hát arról valószínűleg Orbán Viktor tud egyelőre, meg nem tudom, az Ágostházi, aki ugye a konkrét tárgyalásokat intézi államtitkárként, lehet, hogy a Navracsics, de szerintem az ő fejük, meg a Gulyás gondolom, az ő fejükben van, kiegészítve ezt természetesen Orbán Balázsa aki alá valahogy így mindenhol ott van ezeknek a környékén. Tehát valószínűleg az ő van már ötlet arról, hogy így mit lehet ezzel kezdeni. Mert egyébként az az igazság, hogy az egész uh, uh, kommunikációk is azt sugalja, hogy azzal számolnak, hogy van megállapodás. Tehát, hogy ahogy a... nyilván a leginkább a gulyásból tud kiindulni ilyenkor a a nyilvánosságban az értelmezés, hiszen ő az, aki két hetente több órán keresztül de most egyébként nem belőle indult ki, hanem a, a pont azt néztem, hogy a, ugye amikor elkezdett bezuhanni a forint, akkor aznap este szerepelt Navras is az ATV-ben, ahol már elmondta, hogy szerinte lesz megegyezés, és elmondta ugyanezeket a, az engedményeket, amiket másnap bejelentett hivatalosan is a valószínűleg a Navras nem, vették olyan mondhatná komolyan. Mondhatná azt bár, bármelyik kormányzati beszélőfej, hogy nem lesz meg Hát nyilván nem mondhatja, nem. de abba, de nem tudom, nekem az egész logikájukból, amit most csinálnak, nekem az következik, hogy ők azzal számolnak, hogy, hogy azokat a forrásokat, amikre szükségük lesz, azokat meg tudják tartani. Szerintem nagyon következetesen kommunikálják, hogy a rezsicsökkentés tartani fogják. Most ez egy példa. Ugye ezek mind olyasmik, hogy ezek csak és kizárólag akkor kommunikálhatók ilyen magabiztossággal is, az összes választónak ugye ezt adják el, hogy ezért, Igen, mert... De ugye mi... mit nevezünk rezsicsökkentésnek? Az hogy... Hogy... Azt a definíciós vitát kihagyjuk, ez csak a politika értem, hogy szerintem ezek csak akkor tarthatóak ilyen ö, erős kommunikációval, ha biztosak abban, hogy ennek a finanszírozási Igen. lábát meg tudja teremteni. Nyilván a finanszírozási lába akkor tud megdenni, ha nem roppan meg a gazdaság, hogyan nem roppan, ahhoz ezt a, ezeket a forrásokat be kell hozniuk. Tehát szerintem ebben az értelemben ők azzal kalkulálnak, hogy azok a források, amikre szükségük van, ezzel a 2000 milliárdos csomaggal és az EU-s forrásokkal akkor képesek tartani ezt a... Ugye nem is tudnak nagyon mással kalkulálni, mert hogyha ezek nem lesznek, akkor borzasztó nagy baj lesz. És egyébként most úgy csinálunk erről a megegyezésre, mintha ez egy új dolog lenne, de én szerintem egy hónapja írtam meg még azt, hogy a háttérben folyamatosan egyeztetnek, és aktív munka folyik az Európai hát az és a Magyar a, a, között. Az új, hogy a Gulyás bejelentette a konkrét pontokat. Ez a munka azért folyik már egy ideje, és azt is tudjuk, hogy az Ágostházi aktívan egyeztet, egy ideje már azt is mondják egyébként a bizottság felől is, hogy haladnak előre a megegyezés alatt. Ami miatt esélyes, hogy ebből nem lesz megegyezés, az az, hogy nagyon kevés idő és nagyon nagy politikai nyomás van. Tehát ahhoz, hogy hogy a, ezek a pénzek ne vesztenek el, ahhoz e, idén meg kell egyezni róluk. Az, hogy idén meg lehessen egyezni róluk, ahhoz novemberig a bizottságnak jóvá kell hagynia, és utána szavaznia róla a tanácsnak. Utána lehet még izmozni konkrét elvárásokon egyébként, meg lehet ilyen időrendet a, ugyanúgy, ahogy a lengyeleknél, de magának a jóváhagyásnak annak meg kell lennie novemberig. Az nem olyan sok idő már. A, igen, ez az EU-s része, de beszéljünk már kicsit a itthoni politikai dimenzióra volt, az a mondat, ami már Zsoltal már ö, nyekeregtünk hétközben, én fejből nem tudom, nem tudom, fölírtad de már az... Igen, igen, fölírtam. Nagy Márton azt mondta, ha erre gondolsz. Arra. A magasabb bérből magasabb fogyasztás lesz, abból még magasabb infláció, ezt hívják árbérspirálnak. Az spirál akkor tud megoldódni, és szomorú ezt mondani, hogy ha a béreknek a növekedés, ö, a béreknek a növekedési üteme az inflációs növekedéstől elmarad. Magyarán, ö, Kevesebb lesz a béremelés, mint az infláció, szarabú fogunk élni, mondta ezt Nagy Márton, De amit le, ugye úgy, egyébként politikailag mi eddig úgy tudtuk, egy Orbán kormányban nem lehet mondani. Ne, szerintem azért érdekes, mert nyilván gazdaságilag egyébként nyilván hmm hozzáértők ezt mondják, hogy ugye akkor lesz kisebb az infláció, ha kisebb a kereslet, hiszen akkor... Igen, az és az mi állat. azon vitatkoztunk, amikor vitatkoztunk hétközben, hogy a bérek visszafogásán kívül lehet a -e másról is keresletet csökkenteni a gyakorlatban, de mindegy, ehhez nem értünk. Igen, ezt nem a értünk, részére. ugye ezt nem tesszük nyilvános ezt a vitának a részleteit, de a, a másik rész azért érdekes, mert ez a mondat, azt képzeljük el, ha Bajnai Gordon vagy Gyurcsány Ferenc mondja, tehát ugye, akkor az következik a Fidesz kommunikációban, Bajnai, Gordon, veszül, Gyurcsány, Ferenc, veszül, hogy helyettesítsen mindenki a kedvencét. Szerint a magyar emberek ö, bérét meg kell fékezni, vagy nem tudom, vagy. A, amit ki lehet olvasni ebből a mondatból, a, a Fidesz kreatívan szoktak kiolvasni ezeket a mondatokat. E, e, ugye... Ez... El, el, meg, meg akarják nyúzni az embereket, nagyjából ez a. Mondjuk, de vagy mindegy, de hogy egy biztos, másnap. Teljesen egységesen a párt azt a mondatot, amit erre kitalál, mondom, ez minden gazdasági szakember eszmű, ez nem azt jelenti, hogy Nagy Mártonnak nincs igaza, ez azt, csak azt mondom ezzel, hogy az ilyen típusú mondatokból, amit mindenki tud, ám a Fidesz rendszer nem szokta kimondani, pont azért, mert nehogy felhasználhassák egy ellene politikai értelemben. Egyébként ide kapcsolódik a elmúlt hetek másik ilyen típusú megszólás, hogy a Varga Judit és a megszorítás szó, amit kimondott. És tegnap volt még egy egyébként, hogy mikor a gulyás arról beszélt az Orbán fizetésével kapcsolatban, hogy úgyis azt hiszem az volt a mondat, hogy egy fizetés ki tud termelni az államháztartás. Hát, hogy az nem látszik, igen. mert ugye ott arra kérdeztek, igen. Rá, igen. arra kérdeztek, rá, hogy az a költségvetésben hogyan illeszkedik, és hát valóban ott azért az kétségkívül nem látszik ez a, ez a tétel. De ugye ott a megszorítás szó is elhangzott, és, és ez nagyon érdekes egyébként, mert szerintem jól mutatja, hogy mennyire, tudatosan használják, és micsoda felfordulást tud okozni, ugye pillanatokon belül érkezett az igazságügyi minisztériumtól a magyarázat, tehát hogy egyetlen alkalommal hangzott el egy, egyetlen politikus széből egyetlen szó, miközben egy nyilvánvaló 2000 milliárdos megszorítás közepén vagyunk. Igen. Tehát, hogy tök természetes lenne valójában. És ugye másnap a Gulyás is elmondta ugyanazt, amit eddig is mondtak, hogy a megszorítás szó az Orbán kormányok szótárában nem szerepel, ilyet mi nem csinálunk. <kül> Nem szerepel a szókészletünkben. Nem ugye? is azt mondja egyébként, hogy nem csinálnak, ha jól emlékszem, azt nem mondta, hogy nem csinálnak, csak azt mondta, hogy megszorításról nem beszélnek. Az nem mondja. szerepel a szókészletünkben, azt hiszem, valami ilyesmi. Nagyon érdekes, hogy a, a az, szerintem itt látszik az ellenzéki töredezettség egyrészt, másrészt a, a kommunikációs, meg a hatalmi gépezetek közti, ez nem tudom, hogy tudás, vagy... Vagy, vagy... Hát, hogy az egyiknek van, a másiknak meg nincs. nincs Igen, lehet, hogy igazából infrastruktúra differencia is lehet, mert mondom még egyszer, ez egy teljesen pontos mondat, valószínűleg egy csomó uh, nyugat-európai uh, politikai modellben így beszélgetnek egymással a politikusok, hogy, hogy elmondják a valóságot, és a valóságról, Igen. Uh, illetve egymás szavairól vitatkoznak. Ugye a magyar politikai modell ez radikálisan különbözik abban, az értem, hogy ugye a legszélsőségesebb, uh, meg polarizáltabb uh, politikai beszéd, meg vita zajlik, és egy ilyenben mondjuk ezek azok, amikor az ellenzék ezeket elengedi. Nem tudom, hogy lehet használni, mondom, hogy csak egybe vagyok biztos, hogyha ugyanezt egy elmúlt húsz év tapasztalatból kiindulva, ha ugyanezt egy regnáló baloldali liberális miniszter mondja, és a Fidesz ellenzékben van, ezzel van valami csinálva. Nem tudom mi, de valami biztos van vele csinálva. Hát Hegyes halomig áll a békemenet valószínűleg gyakorlatilag, is. igen, de ott ugye most azt mondjuk, hogy az ellenzék elengedi, de hát közben meg ugye a, a DK-n kívül gyakorlatilag minden pártban éppen ilyen totális összeomlás meg, meg elnökségi harc van. Megszétesés, úgyhogy uh, nem is tudom, hogyha még van is ötlet az ellenzéken belül ar arra, hogy ezzel kezdjenek valamit, még a párton belül se lehet valószínűleg már megoldani. De szerintem a nagyon érdekes a gondolkodás, hogy, hogy már nekik is olyan referencia lett a, a, az Orbán beszéd, hogy most többször beszélnek már egyébként Orbáni inflációról, nem tudom jó kifejezése, de már többnél olvastam, láttam, hogy nem háborús infláció, hanem Orbán infláció. De ugye a referenciát is elmondja mindig, tehát magyarul megadja a lehetőséget a választópolgárnak, hogy ő háborúsként értelmezhesse, mert azt mondja, hogy ez nem háborús, hanem Orbán. -i. Tehát nem az, hogy. Oh. Tehát, tehát magyarul a nyelve, nyelvhez viszonyítja az ő nyelvét, ahelyett, hogy azt mondja, hogy az De... Orbán infláció miatt önnek 500 forinttal drágább a kenyer. Nem tudom. Tehát, hogy, hogy valójában már a saját. Tehát már úgy internalizálták és beépítették magukba az Orbáni nyelvet, hogy, a, hogy mindig egy viszonyítási pontként beszélnek róla, és ezért nincs saját nyelvük, meg saját... Uh... Mert nem tudnak eltekinteni a, az Orbánék... Uh beszédében lévő féligasságoktól. Tehát, hogy valahogy ez egy ilyen furcsa reakció, egy ilyen értelmiségi reakció, hogy téged ne nézzenek hülyének másnap, hogy te elismered, hogy hát Orbán infláció, hát igen, abban szerepe van a háborúnak is, de nem ez a legfontosabb szerep benne. És ugye azt a részt, amit te a saját intellektuális stabilitásodért elismersz, hogy igen, persze a háborúnak is szerepe van, azt a Fideszben kihagynák. Ebben, ebben, itt pontosan ebben szenvednek vereséget, mert Orbán Viktor nem érdekli a tények, a Fidesz nem érdekli a valóság, felépíti a saj saját való valóságát, és azon belül az, azokkal a szavakkal de van, de építi fel az ellenzéket. Szerintem, szerintem, érdekli, csak... Sőt, én... szerintem valóságról beszél leginkább. Igen. Tehát a... Csak a, ugye a, a valóságnak arról a, a részéről beszél, amiből a... ő fel akar építeni igen. egy üzenetet. Igen. És az ellenzék pedig abból a részéből, az üzenetnek a valóság tartalmát mindenképp beemeli a saját üzenetébe, és utána hozzátesz, hogy persze ez így van, de nem biztos, hogy, hogy csak emiatt. Vagyis az ellenzék nem nem képes eltekinteni a, a valóságtól. Nem a, a, saját, a saját morális integritásától nem képes eltekinteni, meg, vagy intellektuális integritását. Hát ez ugyanaz. Ez a jobb szóra. Hát te ebben mondtad, mint én, de ugyanaz, igen. Ja, nagyon elhallgattunk. Hát már megdicsértek, és úgy meglepődtél, hogy azonnal. Hát nem sűrűbb fordul Azt elő az ezt. mondtad, és egyből, a lenyűgözbe leültél. Ja, én most beszéltem. A hogy Hogyha ezt a politikai részét kipipáltátok, akkor a gazdaságról már nem értünk hozzá, azért együnk már egy-két szót. Most olvastam Békesi Lászlónak, ugye volt szoci pénzügyminiszter, és Jaksi Györgynek. Szociális egy -egy... kormányok idején pénzügyminiszter. Igen, 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 mert nem volt pártag? Hát mindegy, szóval szerintem a hát békesi, a, a igen, kbözőről. a békesi az inkább közelebb áll a Zsolt által képviselt piaci gondolkodáshoz, azt hiszem, mint a... Ezt a mondanom. <laughs> a de hosszú, 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 hosszú percekig tudnék idézni mind a két úrnak a szövegeiből, de csak egy-egy mondatot, vagy kettőt-kettőt mind a kettőtől. Azt mondja Jaksi hogy a, a növekedést erőltető jegybanki költségvetési politika a járványra adott válaszokkal elszabadult hajóágyúvá vált, vagy Péter is említette, a forint a játékpénz kategóriája felé halad ördögi körbe kerültünk, amiből csak jelentős gazdasági lassulás árán lehet kikerülni. Békesének pedig az a diagnózisa, hogy Orbánik az elmúlt 12 év nagy részében korlátlan, ellenőrizetlen politikai hatalom és erőfélény birtokában félredobták a közgazdasági tankönyveket, fityet a közgazdasági törvényszerűségeknek. Nagyképűen agresszívan és ostobá hirdették, hogy a határtalan kreativitásukkal és egy vakló bátorságával új gazdasági modellt alkottak. Na most, ha hiszünk ennek a két embernek, akkor tényleg a gazdaságpolitikában is változásnak kell Na, beállni. Igen, én mondom azért is, már az előbb is ezért is köztöm, azért a Békesi által elmondottakat szerintem még már, már azok is félredobták a tankönyveket részben, akikre ő hivatkozna egyébként ebben a vitában. Tehát, hogy mindegy, nem menjünk bele, mert nekem radikálisan más véleményem, hogy a tankönyvekkel mit kell kezdeni a, ebben az ügyben. Ami érdekes szerintem a viszont a Jaksicsnak a, a, a covidos részére. Az például nagyon érdekes, hogy ö, valójában szóval politikailag érdekes, mondom, mert fogalmam nincs csak gazdasági részéről, hogy visszaüte nekik az, amit akkor egy ilyen kreatív, kreatív hatalomgyakorlási módszerrel, plusz, hiszen akkor mondjuk amikor a turizmusnál érvényesítették azt, hogy lényegében a saját vállalkozói körükhöz telepítettek irtózatos mennyiségű állami támogatásokat, ugye, amikor leállt a szektor, hogy mondjuk ezeknek az egyébként irracionális, abban az értelme irracionális, hogy ugye hát hogy mondjam, az elsődleges cél az volt, hogy a vállalkozói kör... Hát uh... más, más Rácia, tehát nem a, nem, a, nem, annak kedvezett, akinek a hagyományos... Hát igen, tehát nem a, nem a, munkavállalók, fel, nem van, a munkavállalók igen. felé mentek ezek a, ezek a részek, hanem a, hanem a vállalkozói réteg felé, hogy ezek az akkori, most ez egy példa, de nyilván számos hasonló példa volt, hogy az akkori nem, hogy mondjam, nem hosszú távú gondolkodás egyében felhasznált forrásoknak a hiánya most visszaüt a részben, mert ugye az egy politikai érdekesség akkor, hogyha az általuk nyilván tökéletesnek gondolt uh, politikai megoldásokról derül ki, hogy egyébként hosszú távon sok kárt okoztak nekik, és egyébként most emiatt is van. Hát, hogy nekik kárt okoznak -e egyébként. Vagy igen. Én, én Voltam egy darabig rossz gazdasági újságíró, és most szeretném ezt a hagyományt fölelevelinteni. Úgyhogy a, tehát, hogy ért a Fidesznek, meg a kormánynak nem biztos, hogy rossz a 420. Ez sikerült. <laughs> Érted a... Ez, ez lett volna a záró kérdés hogyha, hát. hogyha, az a cél, hogy minél nagy, hogy, hogy, Magyarország egy ilyen alacsonyabb hozzáadott értékű összeszerelő üzem legyen a nyugat-európai cégeknek, akkor nem biztos, hogy a, a, az olcsó vagy a drága euró az rossz mondjuk beáramlott ez, ők ez szempontjából. Már, ez már túl, Zsolt, ez, ez már túl van ezen, ez ellenzői konszenzus, hogyha szabad a te szakmádnak a kifejezését jó, használni. De ez, ez... Egy darabig jó volt a versenyképesség. A A versenyképesség, gondolsz? A, 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 a versenyképesség növelési érdekében, hogy ne 265 legyen az euró, hanem mondjuk 300 vagy 350, de ez a 400 fölötti, ez már ez már senkinek nem jó, ez már nem. De a versenyképességünket hiába növeli, a túloldalon akkora kárt okoz, hogy az... Bár de mondjuk... Az, a, a, szerint, szerint, igen, a politika, de... de nem, nem. politika értelemben szerintem tehát a gondolkodás van máshogy. A politika értelemben akkor okoz kárt, ha az ő támogatottságuk látványosan csökken. Ennek nyomát sem látjuk. Ugye ezért mindig visszatérek le, már a tizedik adásban mondom el, szerintem szóval a választási vereség ezért sokkal nagyobb az ellenzéknek, mint azt ö, akkor gondolták, még ha akkor se tűnt kicsinek egyébként, mert és azért sokkal nagyobb győzelem Orbán Viktornak, mint az akkor tűnt elsőre a mandátumszámból akár, mert érdemi, hazai politikai nyomás nélkül kell ezt az időszakot végigmenedzselnie. Tehát ma parlamenti küszöbb környékén vannak a legerősebb ellenzéki pártok, mind a két oldalán, a jobb és a bal oldalon egyaránt. Ami azt jelenti, hogy lényegében, és ugye, mert mi a legnagyobb kockázat? Mindig a, bola gondolkodásból ők vannak. A hatalom elvesztésének lehetősége. Hát ez semmilyen formában, nem, ugye le, nem hogy ennek a lehetőséget még a föl se vetődik. Tehát, de, hogy... A 380 forintos euró, az jobb lenne nekik is a 410 forintos eurónál. De, 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 de nem, de, te, én azt én mondod, én te azt, azt hogy, hogy gazdasági célok, tehát, hogy az a, az a kérdés, hogy mik a gazdasági célok. Most, az, hogyha az lenne a gazdasági cél, hogy mindenki a lehető legjobban éljen, meg a leggazdagabbak legyünk tíz év múlva, akkor szerintem eddig se feltétlenül így csinálták volna az egészet. Szerintem eddig sem ezek voltak a célok. Van egy saját arhaikus képük arra, hogy hogy működik a világ, meg hogy működik a gazdaság. Az Orbánnak különösen, aki szerint évek óta úgy beszél, hogy szerintem tényleg az a munka, hogy odamész valahova, és fölvesz egy zsákot, és lerakod máshol. Na jó, de, az Tehát, egy, hogy, de ez ér... már mindegy, mert ez már egy mostani valóság. Tehát az a döntés született hogy nem egy humántőke alapú, vagy nem abba investált tudástőke alapú gazdaságot építenek, ezzel már túl vannak. Beruházás központú, írtózatos mennyiségű, ki ilyen olyan gyárat, nem tudom, üzemet, akármit hoznak ide, láthatóan ehhez írtózatos állami forrásokat használnak föl, hiszen hatalmas adókedvezményeket kapnak, akár közvetlen állami támogatásokat. Tehát ez a fókusza. De ez már mindegy, mert ez a valóság. És ezen a valóságon belül tehát ezt a valóságot ő már nem tudja megváltoztatni, ez lett. És ezen a valóságon belül neki a politikai kockázat a lényeg, és a politikai kockázat a szavazat, a mögötte lévő társadalmi támogatás fogy fogyását, azt nem tudom, így mondjuk fogyását? Így kell ragozni? Na, az, ez, az jelenteni. De ez jelenleg nem áll fönn. Tehát nem, egy De a, nem a politikai lesz. kockázat nem lenne nagyobb 380 forintos eurónál ellenben az De honnan országnak tudod? Jo honnan jobb lenne. Tudod? Mert a 380-ashoz lehet, hogy az kell, hogy a rezsicsökkentés... Nek búcsút mondjon. Honnan tudod, hogy nem lenne nagyobb a politikai kockázat? Én itt szerintem nem is a... Tehát, De... hogy én pont azt tippelom, hogy nagyobb lenne a politikai kockázat, mert abban a pillanatban, hogy a rezsicsökkentést felszámolná, és ugyanúgy kellene fizetned, mint azoknak a németeknek, meg az angoloknak, aki nem véd meg a angol embereket, nem védi meg az angol kormány, a német embereket a németkor, nem tudom kiket, nem tudom milyen kormány, akkor valószínűleg ő azzal számol, hogy akkor lenne valósabb politikai kockázat. Nem véletlen, hogy ilyen írtózatos energiák, pénzek és kockázatok mennek a rezsicsökkentés megvédése, bármit is ez, az ársapkák megvédése felé, akár a hiány Tehát minden esetben azt gondolják, hogy ezek olyan szimbolikus, nem is csak szimbolikus, is értem szerint nem csak szimbolikus, ez egy nagyon konkrét, materiális. Ö haszon a, a bocs, bocs, de a 410 forintos eurónak is van óriási politikai kockázat. Az, hogy az ember kimegy a piacra, és kurva drágán tud bevásárolni. Mi, minden, de de, minden, nem, minden, nem, minden, minden drágán van. Nem, 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 az infláció minden, nem következik a forint árfolyamára. Minden, ami bármiféle külföldi munka vagy anyag van benne, az az euró árfolyamával folyamatosan. Itt azt mondod, hogy az euró árfolyama az, ami alapvetően határozza meg. Szerintem az elmúlt héten nem az euró árfolyama volt, hanem az euró árfolyamának változása. Tehát itt nem az volt, hogy a 400 forint fölötti, meg a 415 forintos euró volt a politikai kockázat, hanem az, hogy egy nap alatt 3.90-ről 4.15-re ment föl. Tehát itt a szabad Ráadásul folyamatosan leértékelődik a magyar emberek munkája. De ők máshogy, 2010 de ők máshogy műsor. látják. Tehát a gulyás, ezt szerintem tegnap megint elmondta, hogy ők hogyan azonos... Te ezt azonosítod fő problémának. Ő nem ezt azonosítja fő problémának hiszen tegnap a gulyás elmondta. Hát de nem is vásárol be sokat valószínűleg, mondjuk. Persze, de oké, okay, de érted, a politikai kockázat pont az lenne, pont ez a politikai kockázat, hogy valóságtól ma olyan távol vannak, tehát olyan mértékben nem érzékelik a 200 tanár tanárfizetésnek a valóságát egy ilyen típusú ö, infláció mellett, plusz elszabaduló nem érzékelik, 20... azt mondod? Nem, hát ugye a Gulyásnak volt egy tök jó mondat, amikor nem. azt mondta a Szalai Bobrovnitszkira, a, 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 a a voltak... ahol én vagyok, abból a magasságból Gergü... ezek az összegek. Egy szememberi mondata volt a gulyás. Azok nem lát, vagy hogy is nem, érzi, nem értelmezhetőek. Nem értelmezhetőek, nem értelmezhetőek érzi. Nem. de szerintem abból a magasságból, ahogy, ahol ő van, ott a tanári fizetések sem értelmezhetőek. Igen. Tehát, hogy pont ott vannak, ahol ezt nem lehet. Na, de, na de ez nagyon érdekes, ugye ezt rátolja egyből az eura, tehát akkor lesz tanár béremelés, ha a EU ad, -ad pénzt, pénz, Brüsszel nem akar, hogy a magyar tanárok fizetés megjelenik, ezt tegyük félre. De a másik része az, hogy ez, ez, egy valódi politikai kockázat, tehát valójában érted? Tehát ő a te gondolkodásod azért nem tud megállni, mert ő nem kockáztatná, ha, tehát ha ő azt feltételezné, hogy ő neki politikailag írtózatos károkat okoz, hogy nem tudja lejjebb szorítani a árfolyamot, akkor akkor kísérleteket tenne a leszorítására, a sokkal nagyobb leszorítására, mert ő nem kockáztatja, hogy az emberek elpártoljanak tőle, mert ő okozza a gazdasági válságot. Hát az MNB-nek a, a kamatemelése, az rengeteg pénzbe kerül a kormánynak, amit akár haz is lehetne vinni, vagy bármi más lehetne fordítani. I Igen, no, de szerintem a... hát ők most csak arról akar... folyamatosan mérik azt, hogy az emberek mit gondolnak. Hát soha ilyen kormányunk nem volt, ebben a körben is beszéltük, aki ennyire tudné az emberek mit gondolnak, akár konkrét kérdésekről is. Igen, de... És ennél jobban senkit nem foglalkozik. De hát ezek semmi, Mint sikerül... a megélhetésünk. Hát de ezek szerint sikerült azt a háborúval, Brüsszellel, Soros Györgyel, nem tudom én kivel, migrációval, teljesen mindegy, bekeretezni. Tehát ez a, pol a, politikai kockázat ugye azért kisebb, mert nincs ellenzék, ami más keretet adna ennek. Tehát, hogy a, amíg nincs az ellenzék, ami Orbán inflációról, vagy nem tudom, mindegy, nem fogalmam nincs, mik a csak ez a képlethez beszél, addig ő ezt be tudja keretezni, és az emberek fejében nem képződik meg az a másik valóság, vagy ellenvalóság, ami, amiben a végül a Fidesz felelőssége jönne el. Hiszen azt látjuk, hogy óriási az infláció, Láthatóan egymás rakódó válságok, amit nagyon nehezen tudnak kezelni, ám a politikai támogatottságuk intakt. Hát meg ami még fontos, hogy nincs olyan alternatíva se, hogy te bármilyen például azt tudod mondani, hogy itt van egy szereplő, aki alatt ez az infláció nem lenne. Ugye az Orbán ellenzékből gyakorlatban ezt csinálta, amikor ott válság volt, Abszolút. hogy azt mondta, hogy ha én leszek, akkor ez nem lesz. Hát ugye a megszorítás... És ez egy, ez egy, hihető dolog. Hát ugye a megszorítás történt pont ebből jön. Ugye Igen. azt mondták, hogy ha Fidesz lesz, nem lesz megszorítás. És tíz éve mindent megtesznek azért, hogy ez a szó ne hagyja el a egyetlen fideszes politikus száját sem, hiszen ők azt mondták, hogy ha Fidesz van, nincs megszorítás. Mit jelent a megszorítás? Baloldalt jelent a magyar gondolkodásban, hiszen e írtózatos nyelvi energiák mentek arra, hogy ezt a szót áttegyék az egyik oldalra, és maguknak pedig maguk kitöröljék. És ami szerintem ennél még ijesztőbb, hogy jelenleg a magyar parlamentben egyetlen olyan politikai erő van, amelyik legalább egy részével a magyar embereknek el tudná hitetni azt, hogy ha ők lennének hatalmon, akkor nem lenne ilyen és az a mi hazánk. Mert egy gyurcsány, pont gyurcsány Ferenc nem fogja tudni elhitetni veled azt. Szerintem még a legdurvább DK sokkal se, hogyha ő lesz kormányon, akkor nem lesz megszorítás, vagy nem lesz gazdasági de válság. Még nem is, ez nincs is közel, de szerintem az az érdekes, hogy valójában még meg, Érinteni sem tudja a Fidesz szavazótáborát eddig, ami történik. Tehát hogy ugyanazon a szinten hát beállva. Az, jó, de azt nem tudjuk, hogy érted egy hónap múlva meg össze. Ne, ne, ezt. Pont ezt akarom mondani, igen. Egyébként szerintem az az érdekes. És hol az a határ, amikor már azt mondják, hogy a margai nem 50, hanem egyébként 80. Egyébként hát az, nem az nem mérséklődni mér. fog valószínűleg, mert ugye most azt látjuk világosan, hogy az Egyesült Államokban is csökken a maginfláció, mert második hónapja a egy csomó nagyon drága élelmiszernek az ára csökken világszinten folyamatosan egy ideje. Tehát azt mondják az elemzők, hogy az élelmiszer. Infláció csúcsán túl vagyunk? Na jó, de a, mindegy, vissza már nem fognak menni, miközben a bérek nem követték le ezt a típusú inflációt. Plusz, ugye van egy másik, azt ne felejtsük el, ők az írtózatos mennyiségű pénzt tettek ki az emberekhez a választás előtt. Tehát magyarul egy kicsit meg is pörgették az inflációt, hiszen Igen. olyan pénzt tettek a fegyverpénztől a, a, SIA, a, a pénzekig, olyan pénzt tettek bele, ami hirtelen elégséges volt arra, hogy az életszínvonal csökkenést egy darabig legalább megakadályozza, vagy legalábbis azt, a, azt az érzetet elűzze. Nyilván az ősz az egy ilyen szempont, biztos, hogy kemény ősz lesz a Fidesz szempontjából, hiszen ezeknek a jó téteményei elmúlnak, miközben a valóság szembe fog jönni, és az pedig világos a gazdasági jellegi állapotából, hogy érdemi beavatkozás onnan nem tud lenni. Tehát a, ott ők nem tudnak is majd beavatkozni, sőt bizonyos értelemben nem is akarnak. Igen. Tehát az, amikor szembesülnek már Nagy Márton mondatában a valóságban, hogy amikor az nem már elfogy a pénz, és, és az van, hogy nem lesz béremelés, akkor se, hogyha nem tudtak bevásárolni, mert hogyha nem tudtak bevásárolni, akkor csökken az infláció. Hát igen, csak ugye pont erre mondom, hogy viszont ha abban a pillanatban nincs ott az ellenzék, utána a Fidesz már újra elkezd fölépülni. Tehát ugye ez egy nagyon dinamikus folyamat ilyen szempont. Tehát, hogyha el is bizonytalanodna ez a szélső réteg a, a, választói közösségének, addigra ugye, ha nincs ott, nem állott az ellenzék amellett a szavazópolgár mellett aznap, hogy megszólítsa, amikor ő elbizonytalanodott, ugye utána ez már megint egy ívő szakasz, amiben megint nem tud majd érdembe beavatkozni, hogy sokkal nehezebben, mert hiányzik, hiányzott ott abban a pillanatban, amikor, a, amikor gondolkodni kezdtek arról, hogy mi történik, és ki a felelős érte. Hát a másik meg, hogy az építkezése feltétlenül látszik a saját igen. politikai közösségükön belül. Bár azt bizonyos pontokon igen. De... Azt nem tudom, hogy van, van, létezik-e az a pont, amikor a, a dacára annak, hogy nincs a, értékelhető ellenzék, a választók, az az emberek azok azt mondják, hogy na, most már tényleg elég. Most már semmire nem elég az én, nem elég az én fizetésem. Hogy akkor ez, ez kitermel-e bármit is, bár, akár bármilyen erőt, ami, aki még jelen pillanatban nem hát Szerintem ez a már a... van egy csomó helyen, tehát egy csomó embernek már most nem elég semmire a fizetése. És mm. szerintem hónapok... Lá, láthatóan a Fidesznek a népszerűsége, ahogy Péter mondta, konstant. Hát nincs alternatíva. Hát ez, ez a politika hiány Magyarországon. Tehát valójában, érted, azért beszélgetünk valójában ilyen apróságokról, vagy részletekről, ugye most úgy, tényleg, aki már elég öreg hozzá, mi már sajnos többségünk azt hiszem, az. Ha visszaemlékszünk 2008-9-es válságra, az emlékezünk a Fidesz akkor jelenzéki teljesítményére, meg munkájára, hát ott a, nem tudom, tényleg a tarkójukon lihegtek minden áldott nap, minden áldott pillanatban, olyan nyomás volt a, a, a kormányon, ami egyébként össz, nyilván a saját munkája döntötte össze, de hogy a, esély nem volt arra, hogy megtartsa a szavazó bázisának egy érdemi részét, mert egyszerűen a Fidesz minden pillanatban ott állt az ő elbizonytalanodó szavazói mellett, és akit lehetett, azt el is húzott onnan. És, és így építették meg azt a többséget, ami elég volt az első két kétharmadhoz, ami meghozta az összes többit. Hát akkor már ennyit. 50 percet beszélgettünk. Pető Péter, Kerner Zsolt, köszönöm szépen.